az oroszlán, mert az oroszlánságok sorra dőltek meg, hogy védje uralmát, úgy határozott, demokratizálja abszolutisztikus hatalmát. Nem parancsolni, megbeszélni, meghányni, vetni, megvitatni, érvekkel fog alattvalóinak helyes utat mutatni. És történt egyszer, hogy híre járt a szamár. Olyasmit ijázott, hogy az udvar, és állítólag maga az oroszlán is ecsmásban hibázott. Hívatták ők elméletileg ott. Az udvar népe összegyűlt, farkas, róka, sakál, hiéna, és persze a nagyúr is közéjük ült, és jóságos arccal várták a szegény tévelygőt. Az jött is, lógó fülekkel. Hibáztunk, sőt, én is hibáztam, ilyesmit mondogatsz, jól van. De hidd el, kezdte a fő-fő, helytelen a kérdéshez viszonyulásod, hanem tárgyaljuk meg. Szabad legyen a felvetés, ellenséges hatások, és nem a jó szándék beszélt belőled. Különben is furcsákat hallottam felőled. És fejtegette szelíden, hogy így meg úgy, és egyet-egyet morrant, mint egy véletlen. Aztán az udvar népe. Tetted, szólt a farkas, anarchikus, szólt, és mellékesen vicsorított. Majd a többi vádolt, tanított, és a végén melankolikus hangon megint az úr, nos hát fel. Vitatkozzál, cáfolj! És önfelett ásítással kinyújtotta két melső lábát, és rajt a körmöket, és az udvar nép vele. Szegény füles meg izzott és fázott, majd kinyögte halkan, vitatkozzon. Minek? Minden szótok cáfolhatatlan. És az oroszlán ekkor lám így helyes, hogy szabad eszmecserében beláttad botlásodat, s hozzá eredj, élj boldogul, és aztán tartsd a szádat. Tanulság, nincs ebbe tanulság. Vagy tá, ha volna, kiket illet, soha meg nem tanulj.